jó, rossz, retro és modern játékok egy helyen. Hello mindenkinek, ez itt a Game Archívum. A másik kiszemelt játék egy évvel a Bloody Wars után készült, de most nem zombikkal. Na jó, ők is visszatérnek, de csak rövid időre. A 2017-es Dead egy 2D-s oldalnézetes beat'em up-szerű shoot'em up, azaz nem szétvenni kell az ellenfeleket, hogy tovább haladj, hanem lenőni őket. 10 pályán keresztül kell kiiktatni azt az orosz maffiát egy usánkás veteránnal, akinek megölték a lányát és a vejét, és elraboltak az unokáját. A nulladik pályán egy buszmegállóból jövünk haza, ahol már csak a családunk és a gyilkosunk tetemét látjuk. Igen, Elstorch-nak baromi inspiráció volt az első Max Payne játék, mert majdnem ugyanaz a felvezető. Aztán a játék kétféle nehézségi szintet kínál, ahol egyrészt könnyű fokozaton az ellenfeleket bármilyen távolságból tudsz lelőni, aztán a hardcore fokozaton a lelövés szerencsejátékszerű, ugyanis a becélzott ellenfelek alatt egy csík jelenik meg, ahol egy bizonyos pontnál lenyomva le tudjuk lőni az ellent. Ez kb. Olyan, mint a Resident Evil Gaiden Gameboy-os verzióban. Aztán a másik nehézségi beállítás pedig, hogy pisztollyal, vagy pedig sörétessel haladsz előre. A pisztoly nehéz fokozat, mivel csak egy életpontot tudsz sérteni, de messzire tudsz lőni, aztán ott a sörétes, ami könnyű, ahol közelre tudsz pontosan lőni, de 3 életpontot tudsz sérteni. Szerintem már mindenkinek lejött, hogy melyiket fogja választani. Aztán mechanika. Két oldalról jönnek a genyók, és neked egy közepes távolságot kell felvenni, hogy interakcióba kerülj velük, és lehet lőni attól függ, hogy mit választottál az elején, illetve hogy még Max Payne-es legyen a dolog, nem időlosítós reflex képessége van az öregnek, hanem normál időben maga gyorsul fel, és háromszor tud dashelni, ami lassan, de visszatöltődik, és ugyanez vonatkozik a töltényekre is. Aztán vagy kettő, de leginkább 3 hullámot kell túlélni, és ha megvan, akkor a pályaválasztás előtt kapunk egy perk fejlesztőt, ahol egy perket kiválasztva feltuningolhatjuk a karakterünket. A 3 alaphoz plusz életpont, plusz lőszer, kevesebb idő alatt visszatöltődő dashméter, kritikus sebzés, nagyobb távolság ellenfél bemérésére, és 5, később 3 kill utáni élettöltés. Vannak olyan perkek, amiket tovább lehet fejleszteni, értelemszerűen az előzőt aktiválni kell. És igen, nagyon alaposan meg kell gondolni, hogy mit választunk ki a 9 pályán, mert ezek permanens döntések, tehát nem lehet mindent kimaxolni egy húzamra. Aztán az ellenfelek, vagy 1, 2, 3 és 5 életponttal rendelkezik, nyilvánvaló attól függ, hogy változik, mivel a haladás során először csak felbérelt utcai pánkokkal, később gopnikos mafiózókkal, aztán leges legvégén a családtagjait diktatjuk ki. Aztán van 2 boss, egy verőlegény és maga a Don. Az Underboss 2x6, míg a Don 3x6 életponttal rendelkezik. Végül megmentjük az unokát, de számomra egy kicsit fura, hogy a gyerek minisztránsban van angyalszárnyakkal, mert ez számomra az azt jelenti, hogy ő is meghalt, de nem láttam a tetemét, vagy lehet, hogy szimbolikusan az ártatlan kislány megjelenítése. Nem tudom, bármit ki lehet nézni az állóképből, egy ingyenes játékból, ugyanis megint, mint a Bloody Wars-ban, itt is fizetős egy definitív verzió, a Dead Collection Edition, ahol már komplett meganimált intrót és outrót kapunk. Hát, innentől már nem is érdekel engemet. Végső soron nem rossz a Dead, de egy-két helyen meg tud szivatni, mint például nincs sérüléskor halhatatlansági flickering, és sebzés után sebzést követ. Amikor például meglő egy gopnyikos, és utána gránátvetős pedig már a földdel tesz egyelővé 2 pontos sebzéssel rendelkező gránátokkal. Ja, tényleg a zombik. Van egy survival mód, ami igazából egy horda mód, ahol egy helyben állva egy moszinnagat sniperrel a zombikat kell nyakazni, és minden hullám után pénzt kapunk, amivel a sírtömbökből barikádot csinálunk, és ez addig tart, amíg fel nem adjuk az egészet.
All right.